Tisztelt Országgyűlés, napirendelőtti felszólásra jelentkezett a Párbeszéd frakcióvezetője Szabó Tíma. Megadom a szót. Képviselőtársaim, az első szó a részvét nyilvánításért. Tegnap Magyarországon 311 ember hunyt el koronavírusban. A járvány kitörése óta soha ennyi édesapát, édesanyát, nagymamát, nagypapát nem veszítettünk el egy nap alatt. Orbán Viktor szeptemberben azt mondta, a védekezés sikerét a megmentett életek számában tudjuk mérni. Azóta most ott tartunk, hogy Magyarországon 5 percenként hal meg valaki koronavírusban. A járvány kezdete óta 1 millió főre vetítve a halálozás tekintetében Magyarország az élen jár a koronavírus halálozásban. Hiába próbáljanak önök innen meg onnan kozmetikázni az adatokat, sajnos ezt már nem lehet szépíteni. Orbán Viktor járványkezelése megbukott. De nem azért bukott meg, mert a miniszterelnök ne tudott volna segíteni az embereknek, hanem azért, mert a miniszterelnök nem akart segíteni az embereken. Miközben az összes európai ország időben hatékony intézkedéseket hozott, a közös pénzeket pedig arra költötték, hogy megerősítsék az egészségügyet, és segítsenek a munkanélkülivé vált embereknek, és a munkavállalóknak, vállalkozásoknak. Addig Orbán Viktor a járvány közepén elüldözött 5000 orvost és ápolót, leinasozta a kórházban életeket mentő rezidenseket. Habony Árpád ingatlan biznisze miatt a járvány közepén be akarja zárni a Szabolcs utcai kórházat, és beszólt a végletekig kimerült egészségügyi dolgozóknak, hogy ne nyavajogjanak, ő is 4 órát alszik, és még sincs hiány romantikának. Nincs hiány a romantikának, ennyit tud mondani a miniszterelnök azoknak az orvosoknak, ápolóknak, akik szó szerint fizikailag és lelkileg is megszakadnak mások életének megmentése közben. Akik azért vannak a végkemerülés szélén, mert Orbán nem a kórházaknak, hanem Semmilyen Zsolt vadász kiállításának adott most már több mint 80 milliárd forintot. 80 milliárd forint egy darab vadász kiállítása a kórházak megsegítése helyett. Ezért halnak meg többek között Magyarországon a legtöbben lakosság arányosan a világon koronavírusban. Mert Orbán Viktor alkalmatlan, embertelen, egy cinikus tolvaj. És ez a cinikus tolvaj aznap, amikor rekordot döntött a halálozás, nyitni akar, amivel újra veszélybe sodorja és sodorhatja milliók életét. Nyitni akart azért, hogy azt mondja, hogy, mert azt mondja, hogy szerinte 2,5 millió beoltott, az Magyarországon 2,5 millió védett embert jelent a vírussal szemben. Csak pontosan tudjuk azt, hogy 2,5 millió beoltott nem jelent 2,5 millió védett embert, ugyanis a 2,5 millió beoltott emberből csak 1 millió ember az, aki már megkapta a második oltását is. És Orbán Viktor ezt pontosan tudja, hogyha máshonnan nem a saját kormány járványügyi szakértőitől, hogy az első oltás még nem véd meg a vírustól. Az első oltás után pedig sajnos nem egy olyan esetet hallottunk, hogy megbetegedtek, ne adj Isten, elhunytak, beoltottak. A védettségről a második oltás után beszélhetünk, már pedig még egyszer, 2,5 millió emberből csak 1 millió kapta meg eddig Magyarországon a második oltását. Nem lehet most illúziót kelteni, folytatni kell a védekezést, folytatni kell a oltási regisztrációt, a kormánynak biztatni kell erre az embereket, oltani kell az embereket, maszkot kell hordani, távolságot kell hordani, és nem arra biztatni az embereket, hogy higgyék azt, hogy vége van a vírusnak. De hogyha Orbán Viktor tudta, hogy nincs 2,5 millió védett ember, akkor vajon miért hazudta ezt az embereknek? Esetleg annyira aggódna a munkájukat vesztett dolgozók miatt, hogy mindenképpen újra akarja indítani a gazdaságot? Hát egy nagy fenét. Hogyha ez így lenne, akkor nem kínai munkásokkal, kínai alapanyagokból 540 milliárd forintért építene Orbán Viktor Budapest szívében, a 8. kerületben egy fallal körbevett kínai egyetemet. Orbán Viktor nem a magyar, hanem a kínai gazdaságot nyitja éppen újra. De ha nem a magyar gazdaság újrányítási a cél, akkor honnan jön a 2,5 milliós úgynevezett erkölcsi határ? Véletlen egybeesés lenne, hogy pont tegnap derült ki az, hogy Orbán Viktor pályázni akar a nyári foci EB megrendezésére. Véletlen lenne az, hogy kiderült, hogy júniusban 20-30 ezres foci meccseket akar rendezni Orbán Viktor, ezért akar nyitni? Erre tessék nekünk válaszolni, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy miért sodorja Orbán Viktor újra veszélybe magyarok millióinak az életét. Veszélyes játszma ez, aminek a vége megint rosszul fog elsülni. A Párbeszéd felszólítja a kormányt, hogy fejezze be a hazudozást Sorosról, Brüsszelről, oltás ellenes, nem létező ellenzéki megmozdulásokról. Tess
tessék, pontosan tudjuk, hogy oltáspártiak vagyunk, tessék önök is ezt mondani. Köszönöm szépen, megadom a szót Dömötör Csaba államtitkárnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Ha jól értem, hogy most azzal kapcsolatban fogalmaz meg állítás, hogy a 2,5 millió beoltott pontosan mekkora védettséget jelent. Én azt javaslom önnek, hogy ezt hagyjuk meg az egészségügyi szakembereknek. A kormány mindig az ő javaslatai alapján hozza meg a döntéseket. Azt azért hozzátenném, hogy ha az önök javaslatait és követeléseit követjük, akkor sok százezerrel kevesebb ember lenne ma beoltva Magyarországon. És az előzményekhez az is hozzátartozik, hogy már benne voltunk a harmadik hullámban, amikor önök, az önök főpolgármestere március 15-én még nagy rendezvényeket is tartott volna, hogyha az operatív törzs nem intéz önökhöz felhívást, akkor meg is tartották volna. És az is hozzátartozik a teljes képhez, hogy a baloldali pártok, már benne voltunk a harmadik hullámban, de nyitást követeltek, méghozzá nyitást azonnal. A Jobbiktól a Momentumig a baloldali pártok nyitást követeltek. Ezek után most az újraindítás miatt kritizálnak, csak a szokásos kétszínűség és baloldali cinizmus. Ezek szerint önök 2,5 millió beoltottnál zárva tartanák a fodrászatokat és más szolgáltatókat. Legyenek akkor egyenesek, és mondják meg nekik, hogy meddig tartanák őket zárva. Minden esetre 1 millió beoltottnál egy szavuk nem volt akkor, amikor Dobrev Klára végig turnézte az országot, maszkot sem viselve. Egy szavuk nem volt. Egy fontos változás, ne fenyegessen, képviselőasszony. Egy fontos... Legyen szíves csendben maradni. Bejön ebbe a terembe, és az első dolga az, hogy belekiabál abba, amiről fogalma sincsen, mert nem érkezett időben. Államtitkár úr, a szó. Egy fontos változás azért történt a múltkori ülés óta az, hogy az ellenzéki pártvezetők tömött sorokban beoltatták magukat. Tehát, miután hetekig, hónapokig folytatták az elbizonytalanító kampányt, a maguk védettségét azért fontosnak tartották. A politika történései néha egyszerűen is leírhatók, már pedig itt az történt, hogy másokat lebeszéltek, de azért maguknak beadatták. De még hogy? Ön még pár nappal ezelőtt is azt állította, hogy a Fidesz frakció tagjai soron kívül megkapták az oltást. Ez épp akkora hazugság volt, mint a korábbiak, hogyha ez igaz lenne, akkor az egyik képviselőtársunk nem lenne lélegeztetőgépen. Akkor egy másik képviselőtársunk nem töltött volna heteket az intenzív osztályon. De önök ezekre a tényekre teljesen érzéketlenek, mint ahogy az emberi méltóságra sem. Jellemző módon, amikor elmentek az oltópontra, hogy a saját oltásukat elintézzék, akkor már nem merték azt állítani, hogy nincsen oltási terv, hogy az egész összeomlott, mint amit korábban mondták. Azért nem, mert akkor azoknak a szemébe kellett volna ezt mondani, akik az egészet lebonyolítják, és hónapok óta a legnehezebb küzdelmet vívják, és emberéleteket védenek. Most azt mi nem fogjuk firtatni, hogy önök, akik pár napja még azt kérték számon, hogy miért nem az idősebb emberek kapják meg az oltást, most miért kerülhettek sorra. Mondom, az ellenzéki pártvezetők megkapták. Ehelyett azt azért megjegyezzük, hogy maguk is azért kaphatták meg, mert az oltási terv működik, és a kormány szerzett vakcinákat. Tisztelt képviselő asszony, mindenki emlékezni fog arra, hogy a saját biztonságukat nagyon fontosnak tartották, de másoktól, más magyar emberektől ezt megtagadták volna. És aki egy ügyben gyengíteni a magyarok biztonságát, az más ügyekben is megtenni. És sajnos nem álltak meg az oltás ellenes kampánynál. Nem volt elég. Erre még rátettek egy lapáttal, mert egy baloldali stratégia az elmúlt napokban arról beszélt, tehát kifecsegte az okokat, szerinte egy külön célzott kampányt kellene indítani a baloldalnak az áldozatok hozzátartozói irányába. Szerinte ez akár 200 ezer embert is érinthet. Mennyire lelketlen kalkuláció már ez. Egy dologban az ő elemzése pontatlan volt, valójában önök ezt a kampányt, ezt a lelketlen kampányt már hónapokkal ezelőtt megkezdték. Gyakorlatilag minden parlamenti ülésen ezt csinálják. Nem számít az emberi méltóság, semmi sem számít. Hogyha egyetlen egy gram segítséget sem tesznek hozzá ehhez, ez az ország akkor is le fogja győzni ezt a járványt. Meghaladtuk a 2,5 millió beoltottat, és ez egyben 2,5 millió bizonyíték arra, hogy a baloldal politikája nem csak tévút, hanem morális csőd is. Ne legyenek rá büszkék. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Gyurcsány Ferenc következik. Köszönöm az elnök úr kedvességét, megtisztel. Nem volt szándékom. Viszonozni fogom. Tényleg ezt? Szóval a tavaszi ünnepkörnek a legfontosabb üzenete mégiscsak az élet. A Pészák az életről szól, a szolgaságtól történő megszabadulásról szól, és a feltámadás meg arról szól, hogy az élet győz a halál fölött. Most az a kérdés, hogy akkor, amikor egyébként a világ legbotrányosabb halál adatait szolgáltatja Magyarország, akkor valójában sikerült-e az életnek győznie a halál felett ennek a kormánynak a segítségével? Szeretnék önöknek mondani valamit, amiből önök botrányt fognak majd csinálni, és azt gyanítom, hogy a következő hetekben majd ugrálni fognak rajtam. De miközben azon gondolkodtam, mit mondjak el önöknek, mégiscsak abban maradtam önmagammal, hogy elmondom önöknek. Nyugodjanak meg, kollégák. Nyugodjanak meg. Az én apám nagyjából 4-5-ször volt életében börtönben. Aki akarta tudni, azt tudhatta. Nem volt egy igen nagy gazember, csak kicsi, de azt rendesen csinál. Viszonylag kis drógerságért az én apámat jó néhányszor börtönbe zárták. Mindeközben van Magyarországnak egy kormánya, kormányának sok tagja és egy vezetője, aki mégiscsak felelős azoknak a százaknak a haláláért, akik az elmúlt hetekben elmentek. De nem statisztikai adatok. Szülők voltak, gyermekek voltak, hiányoznak valakiknek. Tudják, önök is aggódnak a sajátjaikért, szerintem ismerősökért és rokonokért, őértük is aggódott valaki. Foglalkozási körben elkövetett gondatlan veszélyeztetésnek hívják ezt. Vagy talán még annál is többnek. Az én apámat párszor 10 000 forintért egy pár hónapra lecsukták. Emlékszem rá, hogy anyám keltett 5-6 évesen, hogy megyünk valahova, nagyon messze pápától. Már felnőtt volt, amikor kiderült, hogy a Váci börtönbe mentünk, hogy lássam az apámat. Akinek volt bűne, nem kétséges. Az a kérdés, hogy önöknek van-e bűne? Én szerintem igen, van. Nem az a kérdés, mondom az államtitkár uraknak, hogy most az oltással jól állunk-e. Szerintem egyébként igen. És én is, akit beoltottak, azt tudom mondani, hogy flottul ment. Az a kérdés, hogy korábban mit csináltak. Hogy merték-e vállalni annak a kockázatát, hogy megvédik a magyarokat, ha kell korlátozással, vagy féltek ennek politikai kockázatától, és százak mentek el, mint ahogy ma is több, mint 300-an. Önök ölték meg őket. Az én apám pár 10 000 forintért börtönbe ment, önök pedig arról tudnak csak beszélni, hogy 2,5 milliót beoltottak. Hála jó Istennek. Egyébként ez rendben is van. Nagyjából azt látom, hogy minden működik, amikor maguk nem avatkoznak közbe. És semmi nem működik, amikor ez a kormány megpróbál valamit csinálni. Mert maguk alkalmatlanak, hogy kormányozzanak. Az a helyzet, kérem szépen, hogy ma Magyarországon sokkal kevesebbért, mint amit önök tesznek, embereket elvisznek és becsuknak. Szeretnék önöknek valamit mondani. Magukat is el fogják vinni. Nem is olyan soká. Egy év múlva, másfél év múlva, mert maguk nem megvédték a magyarokat, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy százak halljanak meg, és ezért maguk tesznek a felelősek. És mi ezt a felelősséget számon fogjuk kérni. Tudják mikor? Amikor győzünk. És tudják mikor fogunk győzni? Jövőre. És maguknak nem lesz kegyelem. Szeretném mondani, viszontlátásra. Az,
kérek mindenkit, hogy most 10 másodperces szünetet tartsunk, amíg mindenki lenyeli azt, ami a torkán akadna, és adjuk meg a lehetőséget az államtitkár úrnak is, hogy erre a ritka ízléstelen hozzászólásra egy nyugodt választ adjon. Parancsolj, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr! Abban egyáltalán nem vagyok illetékes, hogy az ön édesapja miért volt börtönben, ezért nem is szeretném kommentálni. De azt már igen, hogy a jelek szerint ön azt tartja a legfontosabb feladatának egy járvány közepén, hogy fenyegessen. Fenyeget egy járvány közepén. És ez közvetlen folytatása annak, amikor pár héttel ezelőtt azzal fenyegetett meg másként gondolkozókat, hogy majd földön futóvá teszi őket. És ezek a szavak általában nem maradnak megválaszolatlanul, mert jönnek az emberei, jön Jakab Péter, jön Karácsony pártja, és ugyanezeket a fenyegetéseket harsogják. Vegye észre a saját felelősségét. És az a helyzet, hogy nem tudunk eléggé meglepődni azon, hogy semmit nem változott Balaton öszöd óta. Most nem tudom felidézni, hogy a DK-nak a logója az hogy néz ki, de javaslom, hogy cseréljék le gumilövedékre, mert változatlanul ugyanazt a politikát folytatják. A fenyegetések pártja volt, a beváltott fenyegetéseké, és az is maradt. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mennyi embert oltottunk be, talán úgy fogalmazott, hogy nem ez a kérdés, de ez a kérdés. Egy járvány közepén, amikor benne vagyunk a harmadik hullámban, az a legfontosabb kérdés, hogy mennyi embert oltottunk be. És látom azt a törekvést, hogy megpróbálják letagadni, hogy heteken, hónapokon keresztül oltás ellenes kampányt vittek. Mindenre nagyon jól emlékszünk. Itt nem lesz helye trükkök százainak. Itt nem lesz helye. Mert emlékszünk arra, hogy hogyan támadták az engedélyező hatóság döntését. Emlékszünk arra, hogy hogyan indítottak petíciót, aminek a nyomait a napokban megpróbálták eltüntetni. Azt is felidézzük, hogy korábbi jelöltjük hogyan tagadta meg helyben az oltások beadását. Aztán egy polgármesterük Budapesten hogyan állította azt, hogy nincs is igény az oltásokra, úgyhogy a helyben élők nem is tudtak róla, hogy lehet egyébként oltásokat igényelni. A baloldalnak meg kell hagyni egy dolgot, óriási tapasztalatuk van abban, hogy hogyan írják felül a múltat, hogy eltüntessenek bizonyítékokat, de itt ez most nem fog menni. Nem tudják letagadni, hogy mit tettek. Sok példát hoztunk fel, de engedjék meg, hogy felhozzak még egyet, mert erről kevesebb szó esett. Pár hete van csak annak, hogy ellenzéki vezetők egy csoportja egy határozati javaslatot terjesztett elő, mégpedig azért, hogy legyen egy vizsgáló bizottság a kínai vakcinák ügyében. Az előterjesztésből kiolvasható, hogy az idősektől megvonták volna a lehetőséget, hogy ilyen vakcinát kapjanak. Az indoklásban pedig az szerepel, hogy brüsszeli jóváhagyás nélkül egyáltalán ne lehessen ilyen vakcinákkal oltani. Abból a szempontból ez egyébként egyáltalán nem meglepő, hogy a honlapjukon közzétett állásfoglalásban nyíltan azt követelték, hogy tiltsák be ezeket a vakcinákat. Tudják, hogy ezen a határozati javaslaton kinek a neve szerepel a névsor legelején? Szerintem ki fogják találni? Az öné, Gyurcsány Ferencé. És lehet lazáskodó videókban elbagatelizálni a saját szerepét, de az sem teszi, meg nem történté, hogy beleálltak az elmúlt évek legsötétebb kampányába. Sok mindent láttunk már maguktól, de mégis tudnak újat és rosszabbat mutatni. A teljesség igénye nélkül azért jegyezzük meg, hogy ezt a vakcina ellenes javaslatot aláírta még Vadai Ágnes, Jakab Péter, Rig Lajos mentősként, Hiller István, ez engem meglepett, Kórós Lajos, ez nem lepett meg, Szabó Tímea, Tordai Bence és sokan mások. Hogy az LMP-t ne hagyjam ki, Smuk Erzsébet is aláírta. Hogy aztán mi történjen? Az, hogy a határozati javaslat árnyékában szépen beoltatta magát. És milyen vakcinával? A kínaival. Azzal oltatta be magát. Nincs több kérdésünk, de további mondandunk azért igen, mert nem volt egyedül, amikor ellenzéki vezetőként beoltatta magát. Azóta megkapta Gyurcsány Ferenc, ön is utalt rá, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Szabó Tímea, és ki tudja még hány ellenzéki vezető. Másokat lebeszéltek, de azért maguknak beadatták. Ki a kertek alatt, mint a gyöngyösi polgármester, ki pedig az oltási program alapján, azon oltási program alapján, amit egyébként itt, meg máshol is letagadtak. Szerintem a járvány elleni védekezés hőseinek lehet majd szobrot állítani, és egy képzeletbeli elrettentő szobrot is lehet majd állítani a képmutatásnak és a felelőtlenségnek. És a talapzaton
a baloldali képviselők nevei szerepelnek majd közvetlenül az ön neve alatt. Akár abban a sorrendben egyébként, ahogy ezt az oltás ellenes határozatot aláírták. Tisztelt ellenzéki képviselő hölgyek és urak, szerepelhettek volna a járvány ellen küzdők névsorában is, de a másik utat választották. Viseljék a következményét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most harangozó Tamás, következik az MSZP részéről. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés. Nehéz. Olyan időket élünk, amikor a Magyar Országgyűlésnek azzal kéne foglalkozni, ami a dolga. Mi is a dolga ilyenkor egy Magyar Országgyűlésnek, egy bármilyen képviseleti szervnek? Biztos, hogy nem az egybites, szarvasbőgésre hasonlító propagandát nyomni. Szerintem még csak nem is az egymás iránti vádaskodás jelen pillanatban a legfontosabb. Bizonyára olvasták már valahol, de alapvetően az országgyűlés az különböző meggyőződésű és beállítottságú választópolgárok, embereket képviselő, országgyűlési képviselőknek a találkozó pontja, vita helyszín, ahol egy ilyen helyzetben mindenkinek meggyőződése és legjobb tudása szerint el kéne mondania, hogy mit kéne csinálni, hogy jobb legyen az embereknek. Vitatkozni, javasolni, meggyőzni. De ennek itt a nyoma sincsen. Mondom neki is, de mondom leginkább önöknek. Akik ma megint megkapták az eheti leírt szövegüket, gondolom a Rogán minisztériumtól, amitől eltérni nem lehet, gondolkodniuk tilos, válaszolniuk érdemben büntetendő, és talán még az érzéseiket is megtiltják önöknek, hogy itt a parlamentben valójában előadják. Tisztelt képviselőtársaim és főleg kormánypárti államtitkárok, a parlamenti műfaj nem csak arról szól, hogy mi itt egymással beszélgessünk. Az utóbbi időben az embernek az érzése lenne, hogy azt kár is tenni. Mégiscsak a magyar közvélemény figyeli azt, hogy miről beszélünk, úgyhogy én szeretnék néhány nagyon konkrét javaslatot tenni, többek között az alapján, amit múlt héten szakértőkkel, virológusokkal, mentős szakértőkkel az ellenzéki vizsgálóbizottságon is végighallgatunk. Ne óbékasson már, nőjön már fel a feladathoz egy picit. Az Isten áldja már meg. Az első. Legyenek kedvesek végre nekiállni megszervezni a kontaktkutatást egy járvány lassan végén, nem is közepén. És legyenek kedvesek ingyenes tesztet biztosítani az embereknek, mert ez a két dolog nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyen negyedik hullám. Mint ahogy a harmadik hullámról se volt szó, amikor január elején Orbán Viktor birkózó szőnyegesdit játszott a második hullámmal. Legyenek kedvesek, ha megjön a több millió oltás, nem sokára, pontosan tudjuk önök meg pláne, mert a szerződéseket önök látják, a tömeges oltást flottul megszervezni. Vannak nagyon jó példák az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában is, stadionokkal, akár autós oltással, hogy a lehető legnagyobb biztonságban a lehető legtöbb embert, akár több tízezret naponta be lehessen oltani, vagy több százezret egy ilyen szituációban. Három. Legyenek kedvesek érdemben felülvizsgálni az iskolák kinyitását a 19-i dátumon. Minden szakember azt mondja, hogy ennek nagyon komoly kockázata van, 1,5 millió gyereket visszavinni az iskolába a szüleivel együtt, akkor, amikor többen elmondták, a 2,5 millió beadott oltás nem jelent még csak 2,5 millió védett embert sem. 1 millió ember kapta meg a második oltását, nekik is még 2 hét mire kialakul, önök is pontosan tudják, ez hazárdírozás, főleg ha az első 2 lépés sem teszik meg. És tisztelt képviselőtársaim, ha már az új szabályokról van szó, hála jó Istennek, ez nem egy nyitás, amit ma a miniszterelnök, illetve tegnap a miniszterelnök bejelentett. 311 ember halt meg tegnap, 12 000 van kórházban, 1400-nál több van lélegeztetőgépen. Épeszű ember ilyenkor nem is nyitna. Ez semmi más, mint az eddigi, nem tudok más mondani, ostoba és káros szabályok
felülvizsgálata, amit többek között február óta kértünk önöktől. Nem nyitást kértünk, az ostoba és káros szabályok felülvizsgálatát. Például azt, hogy naponta emberek millióit kényszerítették arra, hogy fél öt és este hét között a munka után menjenek el vásárolni. Ez helyes, hogy megváltozott. De ami nem változott, az önök politikája. Hogy pénz nélkül hagyják az embereket, hogy nincs 100%-os táppénz, hogy nem adják oda 80%-os bértámogatást, hogy nem adnak pénzt, készpénzt a magyar cégeknek a túléléshez, hanem hitellel hitegetik őket. Ezek azt gondoljuk, hogy nincsenek rendben, és igen, mi baloldali pártként ilyet például nem hagynánk. De az első perctől kezdve azt mondtuk, mindenki konzultáljon a házi orvosával, és adassa be magának azt a vakcinát, amit a házi orvosa neki ajánl. Ennyit az oltás ellenességről. Köszönöm szépen, hogy meghallottak. Rétvári Bence államtitkárul jelszó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Nem az egymás elleni vádaskodásnak lenne a helyszíne a Magyarországgyűlés, mintha nem pár perccel ezelőtt hallottuk volna Gyurcsány Ferencet, aki miután meghirdette a szeretet nyelvet és a szeretet nevében kell a politikusnak megszólalni ezt a programot, azután itt a teljes kormányzati oldalt, mindenkit, akinek része volt abban, hogy Magyarországon kétszer annyi ember kapta meg az oltást, mint az Európai Unióban, mindenkit azzal fenyegetett, hogy börtönbe fog záratni, tisztelt képviselő. Ezután beszélt ön arról, a baloldalról, hogy nem az egymás elleni vádaskodással kell foglalkozni, miközben Gyurcsány Ferenc 5 percig töményen csak fenyegetett, fenyegetett és fenyegetett, más sem tett. Ezt tette korábban is, akár jobboldali értelmiségiekkel szemben, jobboldali művészekkel szemben, egyházakkal szemben, és még ki tudja, ki mindenkivel szemben. Magyarországon, mint ezt ön is tudja, a fertőzések szinte mindegyikét most már a brit vírus mutáns adja. Ez az oka annak, hogy jóval magasabbak a számok, mint az első és második hullámban. Ugye ezt harmadik hullámnak hívjuk, de talán, mint ahogy a sok szakértő is mondja, érdemesebb a brit mutáns első hullámának, vagy reméljük, hogy a brit mutáns első és utolsó hullámának neveznünk, hiszen egy teljesen más, sokkal gyorsabban terjedő, sokkal több mindenkit megtámadó és sokkal súlyosabb következményekkel járó vírus mutáns ez, mint amelyek az első és a második hullámban támadták meg a magyar embereknek a szervezetét. Ezért különösen fontos, hogy siessünk az oltásokkal, itt minden nap, minden óra számít, tisztelt képviselő. Amikor önök hónapokon keresztül arról beszéltek, és erről majd idézeteket is hozok önnek, amikor hónapokon keresztül arról beszéltek, hogy sem orosz vakcinát, sem kínai vakcinát Magyarországra behozni nem szabad, magyar embereket sem orosz, sem kínai vakcinával nem szabad beoltani, erre petíciót indítottak, betiltották volna, országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be, amely szintén arra vonatkozott, hogy az Európai Gyógyszerhatóság engedélyén kívüli magyar engedéllyel rendelkező oltásokat ne adjanak be, akkor önök azért kampányoltak, hogy lassabban jussanak a magyar emberek oltáshoz. Most már láthatjuk, hogy mekkora különbség lenne, fele ekkora sebességgel haladnánk. A mai napon körülbelül 1 millióval kevesebb embernek lenne oltása. Márpedig a brit vírus mutáns az nem az önök órájával számolt, tisztelt képviselő, hanem terjed, sokkal gyorsabban terjed Nagy-Britanniában is, Magyarországon is, Csehországban is, és minden országban, ahova bekerül, sokkal gyorsabban terjed. Ezért iszonyat felelőtlenség, és ezért emberéleteket tesznek kockára önök akkor, amikor az ellen kampányoltak, hogy Magyarország egyáltalán beszerezzen kínai és orosz vakcinát, és utána pedig arra kérték az embereket, hogy ne adassák be maguknak. Mert azt mondták önök, hogy ez egy emberkísérlet, hogy Putyin laboratóriuma lesz Magyarország. A kormány a Sputnik vakcinával kezdett el kampányolni, meg a kínaival, és az emberek nem hajlandóak ezt beadatni a szervezetünkbe, én megértem őket, én se tennék így. Fekete Győr András mondta, nem adatná be a kínai vakcinát, és egyetért azok az emberekkel, akik nem adnák be. De ha már a Jobbik pacsoraiból érkezett a bekiabálás, a Jobbik közleménye, a kínai oltóanyagnak az orosz vakcinához hasonlóan teljesen átláthatatlan a fejlesztése. Vagy az LMP soraiból Orbán ne erőltesse a kínai vakcinát. Mit jelent ez képviselő? Azt jelenti, hogy minél később oltsák be az embereket. Akkor, amikor terjed sokkal gyorsabban a brit mutáns, mint bármelyik más
koronavírus, korábban tisztelt képviselő, ez jelenti azt igazából, hogy emberek életét teszik kockára. Ez az igazi felelőtlenség, amikor lassítanák az oltásokat, amikor kiállnak a baloldali polgármesterek és azt kérik, hogy az ő kerületeikbe, az ő városaikba ne jöjjön kínai vakcina. És az pedig az álszentség, ez a felelőtlenség része, az álszentség része az, hogy utána akár soron kívül, akár sútyomban elmennek és önmagukat beoltatják. Mert ők tudják, hogy a vakcina az oltás az, ami segíteni fog. Ön azt mondta, hogy ne legyen negyedik hullám. Mivel tudjuk ezt megelőzni, tisztelt képviselő? Azzal, ha minél több ember oltást kap. És önök miről beszélték le az embereket? Arról, hogy oltást kérjenek, hogy kínai oltást kérjenek, és hogy orosz oltást kérjenek. Ezzel önök embereket tettek volna kockára, emberek életét tették volna kockára. Ha a baloldalnak ez a fajta stratégiai megvalósult volna Magyarországon, sokkal több halottról beszélhetnénk sajnálatos módon. És önök mit mondtak? Az MSZP-ből Újhely István, akkor, amikor éppen indult a harmadik hullám, túl szigorúan korlátoz a kormány, nyitni kellene. A Momentum szintén ezt mondta, nyissuk újra az országot. Ideje lenne végre bejelentenünk a korlátozások enyhítését, vagy Jobbikból Jakab Péter azt mondta a harmadik hullám kezdetén, nyitni kell, különben végleg bezárunk. Önök kinyitottak volna mindent a harmadik hullám kezdetén, hogy szabadon terjedjen a brit mutáns, és sokkal lassabban oltottak volna, ami sokkal több embernek az egészségével és az életébe kerülhetett volna. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jakab Péternek adom meg a szót. Köszönöm a szót. Mindenek előtt engedjék meg, képviselőtársak, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki jelenleg is a munkájával a hátán cipeli ezt az országot. Önök nincsenek közöttük, teszem hozzá, mert önök nem az országgal foglalkoznak, hanem saját magukkal, és nem is akárhogyan. Tudják, előttem van az a videó, amit nemrég a miniszterelnök osztott meg a Facebook oldalán. Ezen a videón az látható, hogy a miniszterelnök saját magát nézi egy tükörben. A tükörre Orbán idézetek vannak írva, azzal a felütése, hogy ezek Magyarország törvényei. Azért mennyire beteg jellem kell már ahhoz, nem? Hogy valaki a saját idézeteit nézegesse egy tükörben, mondván, hogy ezek az ország legfőbb törvényei. Az az ország legfőbb törvénye, hogy minden meccs addig tart, ameddig nem nyerünk. Vagy csak az a miénk, amit meg tudunk védeni. Nagyon szép gondolatok. De higgyék el, sokkal hamarabb kilábalnánk a válságból, ha erre a tükörre az lenne ráírva, hogy ne lopj. Ne csaj, ne hazudj, ne vedd el azt, ami a másé. Ne stadiont építs, hanem kórházakat. Ne urizálj, amikor a nép nyomorog. Ehelyett a miniszterelnök kitalálja, hogy így a válság kellős közepén itt az idő repülőteret építeni felcsúra, hogy lehetőleg már a kert végéből elszálljon önmagától a Maldív-szigetekre, vagy Dubájba, vagy Üzbegisztánba, ugye felavatni az első üzbég-magyar krumpli kutatóintézetet. Mert hogy akkor, amikor ebben az országban tízezrek halnak meg a kórházakban, százezrek veszítik el a megélhetésüket, meg a fizetésüket, akkor önöknek az a legfontosabb, hogy kikutassuk az új krumplit Üzbegisztánban. Gratulálok. Képviselőtársak, a hazai már nem jó? Hazai krumplival már nem tudnak választást nyerni? Ilyen rosszul állnak? Eközben idehaza 67 milliárd forintért rendeznek vadászati kiállítást. Az országos mentőszolgálatra egész évben költ a kormány 52 milliárd forintot, de arra, hogy bemutassuk Semjén Zsolt hobbiját, arra simán elverünk 67 milliárd forintot, plusz több 10 millióért építenek szarvas agancsból kaput, mondván, hogy majd ez fogja kifejezni a nemzet egységét. Hát leszem megáll, képviselőtársak. Tudják, mi fejezni ki a nemzet egységét? Az, hogyha ez a kormány végre visszamenőlegesen megadná a bajba jutott melósoknak, vállalkozóknak a 80%-os bértámogatást, ha megemelnék az álláskeresési járadékot, ha féken tartanák a végrehajtókat, ha végre az egészségügyi dolgozók minden anyagi segítséget megkapnának a küzdelemhez. Na ez jelentené a nemzeti egységet. De nem, önök 52 milliárdot költenek el életmentésre, 67 milliárd forintot meg arra, hogy szarvas agancsokat mutogassanak. Hát már ne haragudjanak, de ennyire elcseszett kormány ennek az országnak még nem volt. És ezt nem csak én mondom, félreértés ne essék, de a Fidesz egyik alapító tagja maga ismerte el, hogy se a miniszterelnök, se a tisztifőorvos nem alkalmas arra, hogy kezelje a kialakult helyzetet, és igaza van. Igaza van. Vagy az önök szerint normális, hogy Müller Cecília bemelt a köztévébe, és arra biztathatja a magyarokat, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy megfertőződjenek. A miniszterelnök meg két napra rá bemegy a közrádióba, és azt mondja, hogy fogadjuk meg, amit Müller Cecília mond, mert ő aztán tudja, hogy mi az igazság. Vagy önök szerint az normális, hogy a miniszterelnök a járvány kellős közepén kórházat zárat be Budapesten, azért meg kell neki az ingatlan? Vagy az normális, hogy miközben magyarok százezrei várnak oltásra, aközben önök Pfizer vakcinákat adnak át más országoknak? Vagy az rendben van, hogy miközben az egészségügyi dolgozók most már naponta küldik a segélykiáltást, hogy baj van? Kásler miniszter belehazudja a képünkbe, hogy az egészségügy annyira erős, hogy meg sem rendültünk.
Na persze, önök nem rendültek meg, azt látom. Rendületlenül urizálnak, dőzsölnek, élvezik a Maldív-szigeteki meleget, közben meg nagyképűen alázzák azokat, akik önök helyett működtetik még ezt az országot. Önök elérték azt, hogy egyetlen nap alatt 5500 egészségügyi dolgozó meneküljön el a kórházakból. Akik megmaradtak, azokat önök nagyképűen leinasozzák. Ezt érdemlik ezek az emberek? Azok az emberek, akik éjt nappal látéve mentik az életeket? Vagy a tanárok azt érdemlik, hogy a kormány beléjük álljon csak azért, mert szerettek volna időben oltáshoz jutni, hogy védetten fogadhassák a gyermekeinket az iskolákban? Ezt érdemlik a tanárok? Nézzenek meg egy kicsit magukba. Önök páros lábbal rúgnak bele mindenkibe, aki önök helyett életben tartja ezt a hazát. Önmagukkal viszont annyira elégedettek, de annyira, hogy milliós jutalmakat szavaztak meg saját maguknak. Önök milliós jutalmakat tettek zsebre azok után, hogy ebben az országban meghalt több mint 20 000 magyar. Közel 500 000 honfitársunknak már nincs állása. Több mint 2 millióan nyomorognak a létminimum alatt. A vállalkozások naponta jelentenek csődöt. Az árak elszabadultak. De ezek önöket mind-mind nem érdekli. Nem érdekli. A lényeg, hogy épüljön a szarvasagancskapu, meg kutassuk az üzbék krumplit. Minden más meg majd idehaza elintéznek az inasok, ugye? Erről van szó. Képviselőtársak, ezek után egyetlen egy kérdésem maradt. A miniszterelnök ott a dolgozószobájában hogy tud még egyáltalán tükörbe nézni? Orbán Balázs államtitkár úr, szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. Jól láthatóan komoly problémába ütközött a felszólalásával kapcsolatban, hogy vajon hogyan tud tromfolni Gyurcsány Ferenc jakobinus diktatúrát idéző fenyegetésére. De tisztelettel látom, hogy sikerült megugrania ezt a lécet, ugyanis sikerült beszállni a Müller Cecília tiszti főorvosasszonyba, és az ő munkáját megkérdőjelezni. Engedje meg, hogy ezt a kormány nevében és Magyarország nevében is visszautasítsam. Önnek természetesen... Önnek természetesen joga van politikusokat kritizálni, természetesen joga van a kormánytól eltérő álláspontot kialakítani, de azt gondolom, hogy egy világjárvány kellős közepén az egészségügyi, népegészségügyi dolgozókat, akik egy éve megfeszített módon dolgoznak a koronavírus járvány ellen, ilyen módon megtámadni, az felelőtlenség és elfogadhatatlan. Gyurcsány Ferenci magasságok és Gyurcsány Ferenci mélységek, azokat sikerült önnek tovább is folytatnia. Ugye van egy mondás, mely szerint, hogy egy hazugság az százat termel, és ez így volt az ön esetében is. Önök korábban is hazudtak már a rendkívüli jogrend bevezetésével összefüggésben, hazudtak a halálozási statisztikákkal összefüggésben, hazudtak a gazdasági adatokkal összefüggésben, hazudtak az oltásokkal összefüggésben, és ezek a hazugságok viszont most szépen sorban visszaszállnak önökre. Hogyha megnézi, a gazdaságról beszélt elég hosszan, ha megnézi a gazdasági adatokat, akkor azt láthatja, hogy európai összehasonlításban Magyarország mind a munkanélküliség, mind a gazdasági visszaesés tekintetében jobban teljesített, mint az európai átlag, és az európai statisztikai számítások szerint is jobban fog teljesíteni a magyar gazdaság a következő években, mint az európai átlag. Ez nyilvánvalóan nem független attól a bértámogatási hitelmoratóriumi programtól, amelyet elindítottunk, az új lakások áfájának csökkentésétől, a lakásfelújítási programtól, az orvosok soha nem látott mértékű béremeléséről, a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről, a 25 év alattiak adókedvezményéről és egyéb adócsökkentésekről, 0%-os hitel a legkisebb vállalkozásoknak és a településfejlesztési programokról, amelyek többletforrásokkal működnek ebben az évben, mint a járvány előtti időszakban. A Jobbiknak ezzel összefüggésben és a védekezés kapcsán az fáj, látom az önök kommunikációjában, hogy az oltási program sikeres. A miniszterelnök úr februári rádió interjújában konkrétan azt mondta, hogy április, aki az eddig regisztráltak közül 2,5 millió embert be fogunk oltani. 0,5%-os hibahatára a miniszterelnök úr eltalálta, hogy pontosan mennyi embert fogunk beoltani, és ezt önök álhírekkel támadják a közösségi médiában. Tehát jól látszik, hogy miközben ön megkapja a vakcinát, közben továbbra sem az egészségügyi dolgozókat támogatja, hanem azt az oltási programot, amelyben több tízezer egészségügyi dolgozó, házi orvos, kormányhivatali alkalmazott, még egyszer mondom, nem politikusok,
nem olyan politikusok, mint ön vagy én, hanem egyszerű kétkezi munkások, egészségügyi dolgozók, szakdolgozók vesznek részt, akkor is ezt támadja. Miközben, hogyha önön múlna, tudja, parlamenti képviselőként van felelősség is a világon, még ha nem is jogi, hanem politikai felelősség, hogyha önön múlna, több százezer emberrel kevesebb lenne beoltva Magyarországon. Emlékezzünk csak vissza, hogy ön azt mondta a miniszterelnöknek, hogy ön ebben a kérdésben úgy viselkedik, mint egy afrikai kuruzsló, mint egy kínai gyógyszerügynök. Magyarán, ha van valami kínai cucc, amit pár millióan megkaptak, akkor az biztos jó lesz a magyaroknak is. Ez emberkísérlet és zsarolás. Érti? Frakcióvezető úr, érti? Az Jobbik választópolgárai, az MSZP választópolgárai, a Fidesz választópolgárai haltak volna meg akkor, hogyha Magyarország kormánya önökre hallgat. Mert a vírus nem válogat. A vírus nem válogat. Azok az emberek, tudja, nem a kormánypárti szavazókkal van a gond, mert a kormánypárti szavazók azt se hiszik el, amit ön kérdez, hanem az ön szavazóiról, akik felnéznek önre. Na, azokat beszélte volna le ön ezzel az oltásról. Gondolja, hogy ez a felelős politikai magatartás. Az ellenzék viselkedését látva pedig az jut eszembe, hogy az egység az, amiben önök tömörültek, de a kétség az, ami nem sokára majd mind önöket fogja sírba vinni. Ugyanis a képviselői esküjük az arról szól, hogy Magyarország érdekében járnak el, és önök ezt a felelősséget, ezt a politikai pozíciót nem arra használják, hogy a védekezést támogassák, hanem arra, hogy saját politikai pecsenyéjüket sütögessék. És ez nem krumpli, hanem politikai pecsenye. Ezt magyarok nem fogják soha elfelejteni. Köszönöm szépen.